Sziasztok! Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én valamiért mindig is érdekesnek találtam a reptereket. Ha valamilyen szinten titeket is foglalkoztat ez a téma, akkor garantálom, hogy nem fogtok unatkozni, ugyanis ma elhoztunk nektek 10 érdekességet a repterek világából. Mielőtt azonban belevágnánk, írjátok meg kommentben, ti melyik reptereken jártatok már, esetleg felfigyeltetek-e ott valamilyen érdekességre. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha pedig az első között szeretnétek értesülni az új videókról, akkor kattintsatok a feliratkozás gomb melletti harangikonra is. Na kezdjük! Légiforgalmi irányító. A légiforgalmi irányítók túlzás nélkül a legfontosabb feladatot látják el a reptereken. Ők azok, akik felelősek a fel- és leszálló gépek irányításáért, a megfelelő áramlás fenntartásáért. Egyetlen apró hiba is akár több száz ember életébe kerülhet, ezért nem meglepő, hogy a világ egyik, ha nem a legstresszesebb munkájaként tartják számon. Bőrönd taktika. Aki már sokszor utazott repülővel, észrevehette, hogy a bőröndök leadása és felvétele között összefüggés áll fenn. Minél később adod le a bőröndöd, annál hamarabb kapod meg a célállomáson. Ennek a magyarázata rendkívül egyszerű, mivel a bőröndöd későn kerül be a csomagtérbe, ezért kipakoláskor az elsők között veszik ki, így hamar átveheted. A legforgalmasabb reptér. Ha a legforgalmasabb repterekről beszélünk, akkor két szempontot érdemes figyelembe venni. A repülőtéren áthaladó utasok, illetve repülőgépek számát. Előbbi esetben többnyire az atlantai reptér diadalmaskodik, míg az áthaladó repülőgépek számát illetően Chicagóval holtversenyben áll az élen. Elveszett csomagok. Nagyon ritkán, de előfordulhat, hogy a csomagunk valamilyen hiba folytán nem érkezik meg a célállomásra. Ha ez megtörténik, nem kell pánikba esni, és statisztikák szerint az elveszett bőröndök 97%-a két napon belül visszatalál a gazdájához. Sajt és virsli. Sajtot és virslit nyugodtan vihetünk a kézipoggyászunkban, azonban nem árt, ha kivesszük őket a táskánkból, mielőtt az áthaladna a reptéri átvilágításon. Ennek az az oka, hogy a röntgengépek nehezen különböztetik meg őket különböző robbanóanyagoktól. Elhagyott pénz. A New York-i JFK reptér nemrégiben hihetetlen adatot hozott nyilvánosságra. A biztonsági ellenőrzések alatt egy évben 42.550 dollárt hagytak ott az utasok. Ez hogy lehetséges? A biztonsági kapun történő áthaladás előtt meg kell szabadulnunk fémtárgyainktól, így értelemszerűen a zsebünkben lévő aprót is egy tálcába kell helyeznünk. Az áthaladás után az utasok többsége ezt vagy elfelejti magához venni, vagy nem törődik vele. Reptéri vásárlás. Mint tudjuk, a repterek szinte mindegyikén található legalább egy, de akár több bolt is. A legtöbbet eladott termék a víz, a reptéri boltok heti szinten 50.000 dolláros bevételt szereznek csupán ebből az árucikkből. Szórakozási lehetőségek. Egyes nagyvárosok repterein a járatukra várakozó utasok biztos nem unatkoznak, hisz számos szórakozási lehetőség biztosított számukra. A hongkongi reptéren golfpálya, míg San Franciscóban jógaórák várják az utasokat. Reptéri kódok. Minden reptér rendelkezik egy egyedi kóddal, amelyet a Nemzetközi Légiszállítási Szövetség határoz meg. Helsinki reptere a HEL rövidítést kapta, amely frusztráló lehet a finneknek, hisz angolul ez poklot jelent. Akadnak olyan repterek is, ahol ez a rövidítés egyáltalán nem utal az elhelyezkedésükre. A budapesti repülőtér elégedett lehet a kóddal, hisz a logikus BUD jelölést kapta. Rossz árfolyam. A repülőtereken található pénzváltókban nem ajánlott váltani, hisz az esetek többségében rossz árfolyamokkal fogunk találkozni. Hogy ezt elkerüljük, ajánlott az utazás előtt elvégezni a pénzváltást, így nem kell azon mérgelődni, hogy kevesebbet kaptunk a pénzünkért. Természetesen ez nem minden repülőtérre igaz, de nem árt felkészülni. Ezzel a lista végére értünk. Titeket melyik adat lepett meg a legjobban? Írjátok meg kommentben, és egy lájkkal jelezzétek, ha tetszett a videó.
Ennyi volt mára, találkozunk a következő videóban. Na sziasztok!